könyvtárosok világnapja a világkönyvtárainak és a bennük tevékenykedő könyvtárosok fontosságára, történelmi és társadalmi szerepére hívja fel a figyelmet. Ilyenkor azt is hangsúlyozzák, mennyire fontos a modern világban a klasszikus könyvolvasás. A világnap célja felhívni a figyelmet a könyvtárak és a könyvtárosok által nyújtott értékekre. Link Judit, a Tolnai Könyvtár vezetője azt mondja, az olvasóktól ők megkapják a pozitív visszacsatolást. Hát, hogy mennyire vagyunk megbecsülve, az, amit mi az olvasóktól kapunk, pozitív visszajelzést, mert azért 99%-ban pozitív, az nekünk elég. Tehát a mi szakmánk az szolgáltatás, kiszolgáljuk az olvasókat, az olvasókért vagyunk. Ha egy olvasó elégedetten megy el, és elégedetten jön vissza, hogy új és új könyvet szeretne, vagy azt mondja, hogy hú, de jó, hogy a romantikus irodalomról ráirányítottuk a figyelmet egy olyan szegmensére az irodalomnak, amit ő még nem ismert, és ez nagyon tetszik neki, mi azzal elégedettek vagyunk. Nagyon-nagyon sok köszöntést kaptunk Facebookon, telefonon a Könyvtárosok napja alkalmából, úgyhogy én szerintem akikért mi dolgozunk, ők megbecsülnek minket. Bár a Covid-helyzet miatt az intézmény bezárta kapuit a látogatók elől, a háttérben komoly munka folyt. Ilyenkor lehet azokat a háttértevékenységeket ellátni, melyekre a nyitvatartási időben nehezebb időt szakítani. Nekünk azért vannak feladataink, belső feladataink, a maga kölcsönzés az a végcél, de hát ez csak egy része egy könyvtári munkának, úgyhogy beszámolóírással, tehát selejtezéssel, könyvrendezéssel, katalógus rendbetétellel, könyveket válogattunk, raktunk ki raktárba, raktárat rendbe raktuk, takarítottuk, tehát nekünk gyorsan eltelt ez az idő. Most már ismét a könyvtári szolgáltatás áll a feladatok frontvonalába. Bejönni a Magház könyvtárába még nem lehet, de aki olvasni valót szeretne hazavinni, annak az intézmény ismét áll a rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy hétfőn, szerdán, pénteken 1 órától 5 óráig, kedden, csütörtökön pedig 9-től délig állunk az olvasók rendelkezésére. Sajnos be még a könyvtár épületébe nem jöhetnek, a Magház épületébe se jöhetnek be. Kint kell csöngetni az ajtónál. Mi kimegyünk, átvesszük az esetleges visszahozott könyveket, és a visszavételezés után választunk könyvet, és utána kivisszük nekik, amit szeretnének kölcsönözni. Nagy-nagy segítség nekünk az, hogyha előre jelzik vagy Facebookon, vagy e-mailbe, vagy telefonon, hogy mit szeretnének, mert így akkor össze tudjuk előre készíteni, és akkor csak ki tudjuk vinni. Míg hogyha ide jön és azt mondja, hogy keresgessünk, hát ez azért egy kicsit több idő, és hát nagyon sokan jelentkeztek be első hétre. Egy könyvtár akkor él, ha abban a látogatók adják egymásnak a kilincset vagy stílszerűen a könyveket. Erre az időre már nagyon várnak a tolnai könyvtárosok. A jövőről beszélgetve Link Judit azt is elmondta, a világ változásával a könyvtáraknak alkalmassá kell válniuk az olvasási szokások átalakulásának kezelésére is. Megítélése szerint hamarosan eljöhet az idő, amikor a könyvtárak kezelik majd az elektronikus könyvek kölcsönzését is.